Na, sziasztok srácok, én Dravik, és itt egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint végre remélhetőleg megpróbáljuk kiszabadítani Spongyobot, ugye, aki elvileg Herobrine-nak van a fogságába. Hát nagyon remélem, hogy nem lesz semmi probléma, és nagyjából túl fogjuk tudni ezt élni. Gyűjtögettem pár cuccot a videó elejére, hogy azért mégiscsak legyen valami alapcuccunk, amivel majd el fogunk tudni indulni. Ugye ebbe a könyvben van a koordináta, ahova nekünk el fog kelleni jutni, ami amúgy elvileg nem lesz annyira nagyon-nagyon messze. Nagyon remélem, szóval ebben a videóban az lesz a cél, hogy oda nagyjából eljussunk, amúgy közben nagyjából így megpróbálom megnézni, hogy merre vannak a koordináták. De hogy én vagyok annyira buta, hogy ebből nem tudom kiolvasni, hogy merre kell menni. Na várjatok, srác, ja, várjatok. Aha, igen, ott van 13, igen, oké, megtaláltam, jól van, jól van. Na, itt vannak ugye az alapcuccok, amiből én most nagyjából megpróbálok lecraftolni egy ilyen kicsit használhatóbb cuccokat. Szóval, mindenféleképpen kelleni fog nekem egy vasmelvért. Ugye van pár gyémántom, ezeket gyorsít craftolok egy pár botot. Nem tudom, hogy mennyi ópialmát tudnék esetleg csinálni. Ahhoz mind izé kell, aha. Jó, ez egy kicsikét gond lesz, szerintem 5 sima aranyalmát gyors lecraftolok, ugye ahhoz csak így igen, ez csak így ennyi kell, nagyszerű. Ebből gyors csinálunk 5-öt, és a maradék aranyból megpróbálunk csinálni aranytömböt, ebből szerintem, igen, jó, ebből már egy elvileg mindenféleképpen, akkor csak egy darab. Így is van, egy darab ópialmát tudunk ebből csinálni, akkor még a maradékból is gyors csinálunk aranyalmát. Hát srácok, bocsi, de muszáj lesz felkészülünk, szóval jó. Na! A következő ugye egy gyémánt kard, ami még mindig nagyon-nagyon fontos lesz. Gyémántból még csinálok egy gatyát, csinálok egy fejest, és ennyi. Tudok még csinálni egy lapátot konkrétan, vagy kapát. De akkor már inkább csinálok egy lapátot, jó. Csinálok egy vas csizmát, ugye? Így, hogy kell? Ja, ahhoz csak kettő kell. Jó, 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 nem vagyok buta, srácok, nyugi. Oké, és ezeket akkor így felveszem, és elvileg igen, a szettem megvan. Csinálok egy vassákányt, azért az is fontos lesz. Királyság, meg csinálok egy vasboltát. Azért mégis akkor már legyünk már full ilyen cuccba, hogy mégis csak akkor nagyjából túl tudjuk ezt élni. Oké, oké, idáig nagyon jó, ezt így gyors beállítom. Mit kéne még? Még tudnánk még egy gyémánt lapátot, de most az nekünk nem kell. Ennyi? Szerintem akkor így ennyi lesz, de én azt mondom, hogy vasból még? Na, nem. Jó, srácok, ezt még elviszem tartaléknak. És akkor mindent kiszedtünk, jól van? Na, akkor menjünk is ki. És ez a koordináta 60, mínusz 65. Merre csökken? Azt kéne lecsekkolni, hogy merre csökken. Várj, rosszat néztem. Rosszat néztem, srácok. Hogy van itt a koordináta rendszer? Hú, de nagyon nem tudom. Hú, de nagyon nem tudom, srácok. Hú, de nagyon nem értek ehhez. Ja, a jobb, nem. A bal oldalét kell akkor is nézni. Srácok, egy kicsikét béna vagyok ebben. Chunkril, nem írja ki a koordinátákat, srácok. Ez nem írja ki a koordinátákat. Aha. Értem. Értem, szóval a koordináták nélkül fogalma sincs, hogy hogy lehet, de mindegy, víz alatt kell keresnünk. Ugye az volt, hogy egy víz alatti börtönbe lesz. Szóval, ennek a könyvnek nagyon nem veszük használt, mert nem tudom, hogy mi a koordináta, ugye? Így is van, nagyszerű. Jó, egy víz alatti helyet kell keresni, szóval én megpróbálom nagyon ügyesen itt a Spongyob háza környékén így felfedezni így a víz alatti területeket. Ezzel nem számítottam. Na mindegy, menjünk erre fele, ebbe az irányba. És meglátjuk, hogy ez hogy lesz. De ez így akkor egy kicsikét bonyolult lesz. Na mindegy, megpróbálom megtenni mindent, amit tőlem telik. És hát fogalmam sincs. Na jó, ez tényleg problémás lesz, srácok. Hát srácok, erre fele nagyon-nagyon nem találtam semmit, és már kezd nagyon elegem lenni, hogy konkrétan végigjártam az egész parcokat, de konkrétan semmit se lehetett találni. Errefele már voltam? Erre a lávás résznél rá nem emlékszem, hogy itt volt. Belém villámolt valami, és aha, jó, oké, királyság, ne, valami villámozik engem, ami nagyon-nagyon jó jel is, meg nem jó jel is. Jó, a koordinátokat még mindig, jó, ledobtam egy aranyalbát, nem bírok már beszélni. Jó, mindegy, menjünk le, itt egy glowstone.
Miért villámol a víz? Az ott egy ember? Az nem egy ember, az csak remélem, hogy blokk. Legalábbis nagyon remélem. Jó! Oké, remélem, hogy nem fog megfulladni! Jó, oké, hova kerültem? Föld alatt vagyunk. És redstone. Aha, ismeretlen kiengedve, spongyból bezárva. Lol, srácok, itt van spongyból bezárva. És megint belém villámozott valaki. Ez most így... Na, lol, ne! Na ne! Itt van Herobrine, srácok. Én azt hittem, hogy rendes Herobrine, nem Ghost Herobrine lesz itt velünk. Na ez itt probléma. Na ez probléma, mert meg Ghost Herobrine biztos vagyok benne, hogy erősebb lesz, mint egy rendes Herobrine. Ha. Srácok. Jó, ez a chestbe. Oh, kar. Oké. Találtunk egy kart. Esetleg az... Várjatok, a pókálókat kiütögetem. Itt van valami WC. Jó, oké. Ez alatt esetleg valami. Semmi. Jó, nem tudom, hogy maradjak távol. Herobrine, enyém a haverod. Nem teljesen a tied a haverom, ugyanis ki fogom szabadítani Herobrine. És tudod, hogy hogyan fogom? Tudod, hogy hogyan fogom? Nézd ide. Látod, mi van nálam? Már itt is van a kulcs. Szóval eléggé esélytelen vagy ellenem. Most komolyan bezártál engem? Herobrine. Herobrine, figyelj, tudod mi a gond, hogy még mindig nálam van a kulcs. Viszont, srácok, ha ezt a kulcsot most felhasználom, jó, oké, kijöttem. Lol, most komolyan, kiengedtél? Nem is vagy annyira rossz fej, hallod? Egész jó fejnek tűnsz. De attól még én ki fogom engedni Spongyobot, szóval, hogyha az utamba állsz, akkor, de, igen. Miért zártad be Spongyobot, Herobrine? Miért kellett bezárnod? És nem tudom, mi a baj Spongyobban, tökre kedves élőlény, és tökre kedves, meg jó fej, meg minden. És nézzetek rá, most ővel tényleg milyen problémátok lehet az életben. Most így őszintén, tehát nem hiszem, hogy, mert én nem szeretem a szivacsokat, mert... Miért nem szereted? Félek tőle. És ezért be kellett zárnod Spongyobobot? Hát én ezt nem értem, Herobrine, tehát most így... Én értem, hogy félsz a szivacsoktól, de nem az a megoldás, hogy bezárod őket, főleg szegény Spongyobot egy börtönbe. Nem kell tőle félni, Spongyob egy aranyos és kedves teremtmény. Figyelj, Herobrine, még van esélyed, hogy túléld. Én nem akarok tényleg, nem akarlak bántani, meg semmi. Bosszút akartam csinálni neki, de figyelj, Herobrine, ha most kiengeded, esküszöm, hogy életben hagylak, és nem foglak bántani. Nem tehetem, dehogy nem teheted. Herobrine, figyelj, kiengeded, vagy én engedjem ki. Mivel akkor mi lesz? Herobrine, ez az egyetlen egy lehetőséged van. Kiengeded, vagy én fogom kiengedni, de akkor neked véged lesz. Meghalok. Mi az, hogy meghalsz? Miért halnál meg? Herobrine, ne butáskodj, lerakom a kulcsot. De, Herobrine, enged szépen, hogy kiengedjük Spongyobot. Végre itt van, végre szabad lehet, te meg itt izéledő, tehát ne viszem el. Srácok, nem is annyira gonoszom, hogy esküszöm Herobrine, mint amennyire gondoltam, de nem értem, hogy miért okozna a halálát, hogyha kijön Spongyobob. Meg ne merd, akkor meghalok. Kajak meghalt, de legalább kaptunk egy aranyat. Spongyobob! Haló, Spongyobob! Spongyobob, szia! Haló, tér magadhoz! Mi van itt neked? Spongyobob, oké, magához tért, ahogy látom, egy kicsit le volt dermedve. Szia, Spongyobob, kiszabadítottalak! Hello, rég találkoztunk, meg minden, meg már amúgy tökre sokan hiányoltak. Szia, Spongyobob, megöltem Herobrine-t, legalábbis hát olyasmi volt, vagy magát ölt meg. Hát te, megöltem Herobrine-t és kiszabadítalak téged! Direkt érted jöttem ide, Spongyobob, végre! Végre, srácok, megtudtuk, hogy kinél van Spongyobob, és végre kibírtuk szabadítani. Eléggé sok időbe telt, meg eléggé sok részbe, de ez is eljött. Köszönöm szépen, nagyon szépen szívesen, vagy nem tudom. Spongyobob, figyelj! Akkor a videó örömére szerintem búcsúzunk is el, kapsz kaját, mert biztos, hogy nagyon rég kaptál normális kosztot. Szóval, srácok,
Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a videóban. Mostantól akkor már valószínűleg Spongyóban is majd lesz több videó, meg mindenféle ilyesmi. És hát srácok, ha tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és ilyen nyomjátok meg a csengőt is a feliratkozás gomb mellett, és ha még szeretnétek hasonló kommentet, akkor ugye a komment szekcióban írjátok, vagy miért. És hát srácok, ez a videó, vagyis ez a premier után instant egyből következik a nagy csatornámon is egy videó. Szóval a link ott lesz majd a chat, majd én fogom spamelni a nagy csatornám karakterével. Szóval gyertek át oda is, én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm, itt voltatok, sziasztok!